Három választás lesz június 9-én hazánkban. Ezen a napon közös eljárás keretében, külön szavazólapokon az Európai Parlament magyar képviselőit, a települések polgármestereit és képviselőtestületi tagjait, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjait választhatják meg a szavazók. Az értesítőket április 3-ától postázzák, a kampány pedig a választást megelőző 50. napon április 20-án indul. Így többek között a népszerűsítő plakátok is ellepik majd az utcákat. A választási eljárás szóló törvény tartalmazza a kampányeszközöket, a leggyakrabban alkalmazott kampányeszközöket, mint a plakátolás, a választási gyűlés szervezése, a közterületi kitelepülés, a Közelben a pultozás, amikor a választópolgárokkal egy utcasarkon a piacon ö, találkoznak a jelöltek jelölőszervezetek szervezetek, és akár ö, az, az ajánlásban kérnek aláírást, akár pedig ö, közéleti kérdésekben szót váltanak egymással, és ö, az ő nézeteiket megosztják a választópolgárokkal. A kampány részeként az aláírásgyűjtés is április 20-án indul. A helyi választásokon indul a legnagyobb számú jelölt, országosan nagyjából 70 ezer jelöltre számítunk, ezért a választási iroda idén első alkalommal készített egy külön választási füzetet a jelöltek, jelölő szervezetek számára. Ez már a honlapunkon, a választás.hu-n elérhető és megtalálható, és ajánlom minden olyan választópolgár figyelmébe, aki jelöltként is szándékozik megméretni magát a június 9-i választásokon, hogy ott a számára a legfontosabb információk megtalálhatók. Egyrészt az administratív rész, mire kell figyelni, hogyan kell ajánlás gyűjteni, nyilvántartásba vetetni magát, másrészt a kampányról a legfontosabb tudnivalók ott is kivonatoltan szerepelnek, tehát érdemes ezt áttanulmányozni, és, és ebből is készülni erre a feladatra. A legfontosabb információk a választás.hu oldalra kattintva elérhetők. Az oldalon ügyfélkapus azonosítást követően a Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok az adott választáshoz kapcsolódó kérelmet is benyújthatnak.